Elfoglalták az ádeni elnöki palotát a Dél-Jemen függetlenségéért küzdő szakadárok. Ők azok, akik nem csak a kormányerőkkel, de a huszi felkelőkkel is hadban állnak. Az úgynevezett déli átmeneti tanács komolyabb harc nélkül vehette át a kikötőváros irányítását, miután az elnöki gárda elhagyta a területet. Az ENSZ szerint viszont még így is 40-en vesztették életüket az offenzíva csütörtöki kezdete óta, és mintegy 300-an megsebesültek, többségében civilek. A déli fegyveres szervezetek eddig Abdelrabbo Mansour Hadi elnököt támogatták a 2015-ben kirobbant konfliktusban, de nemrég bejelentették, vissza akarják szerezni Dél-Jemen 30 éve elvesztett függetlenségét, a régi új államalakulat fővárosa pedig Aden lesz.